A rászorulók tüzelőanyag beszerzésére kidolgozott programot 2011-ben indították el 900 millió forintos kerettel, 2012-ben már 1 milliárd, 2013-ban 2 milliárd, tavaly pedig az idei kerethez hasonlóan 3 milliárd forint volt a támogatás összege. Mi a számítás alapjául azt vesszük, hogy egy adott településen, illetve országos szinten mennyi lakásfenntartási támogatásra szoruló van. És hogy ebből számított viszonyszám alapján nyújtjuk a támogatást a településeknek. Valóban lehetne többet is szétosztani, meg lenne is igény rá. Ráadásul ma már az 5000 lakos fölötti lakosságszámú települések is kérik, hogy ebben a programban részt vehessenek. Erre most nincs lehetőség. De én úgy gondolom, hogy az önkormányzatok saját segélyezési lehetőségeivel kiegészülve a rászorulóknak ketten így együtt biztosítani tudjuk a téli tüzelőt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 201 település nyert támogatást, a legnagyobb összeget, több mint 12,5 millió forintot Hodász kapta, de jelentős összegben vásárolhat tüzelőanyagot a rászorulóknak Baktalórendháza, Demetszer és Kántor Jánosi önkormányzata is. A települések között akad új, de már évek óta pályázó is. Kálósemjén például minden évben pályázik, 3700 lakossal tavaly mintegy 4,8 millió forintot nyert, idén is közel 5 millió forint értékben vásárolhat az önkormányzat tűzifát. Körülbelül egy 5 millió forintot sikerült pályázat útján elnyernünk. A tavalyi évhez képest az idei évben az a nagy változás, hogy az önkormányzatnak nem szükséges önerőt biztosítani a tűzifa megvásárlásához, de ettől függetlenül a szállításnak a költségeit egészen addig, ameddig ide ér a településre, illetve innen a lakosok számára azt az önkormányzat magára vállalta. Tavaly évben közel 360 családnak tudtunk segítséget nyújtani ezáltal, az idei évben is megpróbálunk körülbelül így támogatást nyújtani a kálóseményi lakosok számára. A hátrányos helyzetű önkormányzatok mentesülnek az önrész megfizetése alól, mások pedig egy köbméter tüzelőre 15 000 forintot kapnak, amihez 1000 forint önrészt kell állniuk. A tüzelőanyagot mindenképpen a fűtési szezonban, de legkésőbb február 15-ig mindenkinek meg kell kapnia.